Advent negyedik vasárnapja van. Ma az adventi koszorú szeretetet szimbolizáló gyertyáját is meggyújtjuk. Különösen fontos üzenete van most ennek a gyertyaszálnak, hiszen az Ukrajnában dúló háború miatt idén sem ünnepelhetjük önfeledten Jézus születését. Balázsnak érkezett vendége. Így van, meggyújtjuk az utolsó szál gyertyát és az adventi koszorunk. Köszönjük szépen a szótáronnak. Itt van már velem az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, Fábri Kornél. Dicsértessék a Jézus Krisztus öreget, Jánokatyám. Meggyújtjuk tehát a negyedik gyertyát az adventi koszorún. Ez mit szimbolizál? Igen nem liturgikus szimbóluma van ennek a gyertyának, de egy kedves történet szerint, ha a négy gyertya szeretetet, a békét, a hitet és a reményt szimbolizálja, akkor hogyha az első három ki is húny, a remény mindig újra tudja gyújtani. És talán legyen ez számunkra egy erőforrás, hogy igen, ha egy gyertya ég, akkor abból újra meg lehet az összes többit is. Úgyhogy a remény hal meg utoljára azt is szokták mondani, de a remény gyertyája mindenképpen újra gyújtja a szeretetet, a békét és a hitet is. Tehát ez a fogalom a remény felülírja, gyakor... nem felülírja, nem felülírja, de erősebb vagy erős erősebbnek kell lennie, mint az összes többi fogalomnak, amit itt felsorolt. Hogyan tudjuk ezt aktualizálni most? Mert azért szoktuk mindig ezeket a fogalmakat aktualizálni, hogy milyen üzenetük van manapság. Igen. Azt szoktuk mondani, hogy a keresztény ember reménykedő. Tehát nem optimista, hogy csak a jót vesz ész, nem hajlandó tudomás venni a rosszról, nem is pessimista, aki nem vesz észre a jót, hanem reménykedő, hogy a jó Isten a rosszból is jót tud kihozni, hogy nincs az a helyzet, amit ne lehetne jóvá tenni. És hát ugye az advent vége felé járunk, és mindannyian készülünk karácsonyra, is néha elnézem az embereket, hogy mindenki a legjobb szándékkal igyekszik örömet szerezni a családtagjainak, csak hogy odáig mennyi türelmetlenséget, szeretetlenséget tudunk elkövetni egymással szemben, akár a közlekedésben, a boltokban, bárhol, hogy annak is karácsonya lesz, akivel ott találkozunk. És a szeretet az igazából minden percben meg kell, hogy mutatkozzék közöttünk. Katolikus papként egyébként ilyenkor az adventi időszakban erre is koncentrál, amikor mondjuk prédikál a híveknek, hogy azt mondja, hogy ebben a felgyorsuló világban ez egy picit néha álljunk meg, és, és, próbáljuk meg arra koncentrálni, hogy az ünnep nem csak arról szól, hogy milyen szép az ajándék, meg milyen finom a halászlé. Így van, hiszen az advent a várakozásnak is az ideje, hogy az eredeti jelentése eljövette az úr ünnepeljük, de a legzsúfoltabb időszak szokott lenni a december, mégis arra hívjuk az embereket, hogy picit álljanak meg. Nem olyan könnyű, hiszen évvége van, lezárások, új projektek, stb. És mégis jó egy kis elcsendesedés éppen azért, hogy arra figyeljünk, aki megszületik. Tehát nem az ajándéka lényeg, hanem maga az ajándékozó hiszen Isten belép a történelmünkben, és most az advent utolsó szakaszában erre koncentrálunk. Míg az első időszakban, december 16-áig Jézus második eljövetelét idézik a Szentírás idézek, amiket a Szent Misén szoktunk olvasni, de mostantól azt ünnepeljük, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt belépett a történelmünkben, nem mi találtuk ki a karácsony ünnepét, hanem Isten akart emberi lenni, közénk jönni, hogy megmutassa, hogyan kell élnünk, és hogy elhozza az üdvösséget a az örök boldog életet. Úgyhogy erről mindenképpen kell szólni, hogy mi is az a karácsony ünnep lényege. Nem az ajándékozás feltétlenül, hanem éppen az, hogy szeretetben tudjunk egymással élni. Említette a remény fogalmának a fontosságát, és nyilván ilyenkor a mindennapokban, vagy éppen abban az időszakban, amit, amit átélünk, fontos, hogy milyen események vannak körülöttünk a világban, és azért most látjuk, hogy például a szomszédban a háború dúl, ez meghatározza az egész kontinens Európa életét és gazdasági válság, energiaválság, ilyenkor nyilván maga a remény szó még több jelentéssel bírhat. Ez abszolút így van. Tehát, hogy annak ellenére, hogy látjuk, hogy milyen körülmények vannak, ugye Pál Lapostól azt mondja, hogy ne enged, hogy a rossz legyőzzön téged, hanem te a rosszat a jóval. Ez a remény. És emlékszem, amikor Hát már jó néhány évvel ezelőtt ugyanígy karácsony idejére esett a cunami és azt tapasztalod, hogy utána egy olyan szeretett cunami indult meg az újjáépítésre, hogy az emberek a rosszban össze tudnak fogni. Főleg mi magyarok jellemzően széthúzunk, hogyha minden jól megy, de amint baj van, rögtön össze tudunk fogni, és nagyon megmutatkozik az, hogy ha segíteni kell a másikon, akkor mindig készek vagyunk, és ez az, ami reményt ad számunkra. Hát például a közmédia kezdeményezés a jónak lenni jó akció, ugye, amely Így van. most ilyenkor advent időszakban is egy plusz erőt adhat azzal, hogy segít az elesetteknek, vagy éppen a rászorulóknak. Egy picit itt az egyházi vonulatot folytatva, ilyenkor advent időszakában, akár a negyedik gyere, száll gyertyáz, vagy az, negyedik vasárnaphoz, milyen e, típusú liturgia kapcsolódik a katolikus egyházban? a harmadik gyertya volt a rózsaszínű gyertya, az öröm vasárnapjának a gyertyája, a negyedik pedig már a negyedik adventi vasárnap, és idén a leghosszabb az advent, mert ugye a jövő hét végén lesz december 25 e mi 24-én Szentestén ünnepelünk, mert a vigiliáját, az előestét megünnepeljük már, de utána 25-e Szent Karácsony ünnepe, 26-án első István vértanulnak az ünnepe van. Ez érdekes, hogy ilyen szép ünnep után rögtön egy ünnepünk. Igen, de hát Jézus pont az örök életet hozta el számunkra és aztán utána jön a Szent János, amikor a bor megáldása történik, aztán apró szenteket ünnepeljük, és aztán a végén, a 30-án a Szent Családot ünnepeljük, 31-én Szent Szilveszter pápát, és aztán január 1-én pedig ugye, Isten anyját ünnepeljük, és hát ebből a békevilágnapját is, és imádkozunk a békéért ezen a szép napon. Egészen január 6-áig tart ugye az a karácsonyi időszak, keresztig így van. Igen, megbeszéltük most, hogy advent első vasárnap, napjával kezdődik ki a karácsony ünnepkör, és január 6-ával vízkeresztel végződik, hogy addig hogy éli ezt meg az egyházna, de hogy éli meg a hívő, a vallásos ember advent időszakát. Vannak-e olyan cselekedetek, szokások, amely ehhez az időhöz kapcsolódik a hívő ember szempontjából? Olvastam, hogy például a bőjt azért ebben az időszakban is jelenti, nem csak húsvétkor. Igen, ez korábban volt a leginkább bőti időszak, most inkább a bűnbánat az, ami hangsúlyosabb, hogy a lelkünket is készítsük fel karácsonyra. És hát a, egy specialitása van a, ennek az ünnepnek a roráte, ami nem az egész világon elterjedt, de a kárpát medencében mindenképpen a hajnali mise. Ugye a Roráte nevet onnan kapta, hogy a Roráte céli D szuper, hogy harmatozzatok, vagy egek a magasból. Ez a Jézusra szóló profécia, amiben több száz évvel korábban hangzott el. Ez a kezdőjének ennek a misének, hát hajnalban jó ilyen korán kell, és még a sötétben elmenni a szentmisére, hogy várjuk a világ világosságát. Tehát ez a különlegesség ennek az adventnek, illetve az, hogy a liturgia szegényesebb a katolikus egyházban, a római katolikus egyházban nem nekünk dicsőséget a miséken, hogy azt az angyalokkal énekeljük, hogy dicsősége is a magasságban Istennek. Hogy készül ilyenkor egyébként maga az egyház az utolsó egy hétre Jézus születéséig. Nagyon sok helyütt vannak gyónási alkalmak, hogy aki még nem tette el a terheit, legyen rá lehetősége. A lehetéri templomban is lesz, 20-án este három órán keresztül sokat atya gyóntat, hogy aki szeretné letenni a bűnét, letehesse, de sokfelé nagyon sokan gyóntatunk ilyenkor. Ami pedig erre hívjuk fel a figyelmet, hogy a szeretet a legfontosabb a család Ágyainkban. Nem baj, hogyha megreped a beigli, nem baj, hogyha nem készül el minden, de szeretetben, békében töltsük a karácsonyt, és figyeljünk arra, aki közénk jött magára, Jézus Krisztusra. Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem is találhattunk volna ehhez a beszélgetéshez. Atyám, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Áldott békés karácsonyt, jó készülődést kívánunk önnek is, és természetesen minden nézőknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenek Én is köszönöm, és viszont kívánom.